Budapest, Bábufedő néven akarta beszervezni az állambiztonság a 80-as években Laár Andrást, 63. A humorista zenész a Blicknek elárulta, hogyan is zajlott a beszervezése, és miért mondott rá nemet. Az információkért cserébe vezetékes telefont ígértek neki. Ezt azonban azóta sem kapta meg. Amikor Kubába készült a KFT zenekar, behívtak egy irodába, ahol egy bőrzakós fiatalember nagyon komoly arccal figyelmeztetett, hogy ahová menni készülünk, ott nagyon sok CIA ügynök tevékenykedik. Legyünk óvatosak, ne álljunk szóba CIA ügynöknek kinéző idegen amerikaiakkal, és ami még fontosabb, semmiképpen ne fogadjunk el tőlük csomagot, kezdte a Blicknek Laár, amikor rákérdeztünk az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltára által nyilvánosságra hozott dokumentumokra. Ezt végig betartottuk a kubai turné során. Amikor hazaérkeztünk, megint behívott az illető fiatalember. Mondtam, hogy senkivel nem találkoztunk, aki gyanús lett volna, csomag sem volt felkínálva. No, ekkor jött az, amitől megdermedt bennem a vér, mondta Laár, aki sejtette, hogy nem ússza meg ilyen könnyen. Megkérdezte, hogy ezek után volna-e kedvem vele hetente-két hetente találkozni egy dumcsi partira, ahol így elmondanánk egymásnak, hogy ki mit hallott, mit tudott meg az elmúlt héten. Én úgy lettem szocializálva, hogy az árulkodás, árulás, besúgás az csúnya dolog. Olvastam a Pál utcai fiúkat, ahol a geréb volt a legvisszataszítóbb alak, vallotta az énekes, aki úgy látta, jobb, ha ebből inkább kimarad. Próbáltam ügyetlenül kibújni a dolog alól olyasmivel, hogy én nem szoktam dumcsi partira járni, meg hogy hallani se szoktam semmit senkiről, mire azt mondta, tudják, hogy van beadva telefonigénylésem, és hogy azt el tudnák nekem intézni, hogy soron kívül kapjak egy telefont a lakásunkba. És, ha meggondolom magam, keressem őt meg bátran. Ennyiben maradt a dolog. Azóta sincs vonalas telefonom, de már nem is kéne, zárta le a történetet Laár András. Az Ergóról is volt titkos írat, a legutóbb kiszivárgott jelentésekből kiderült, hogy annak idején az Ergó együttesről is jelentettek. Az ügynök a zenekar műfaját vadpunk, zeneként határozta meg. A rendőr alhadnagy azonban kifejtette a jelentésben, hogy a zenekar nem okoz problémát, megjelenésük, zenéjük és szövegeik alapján kizárhatóak az anarchizmusra hajlamos együttesek köréből.